Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk az Idősek Otthonában, Hodos Juliánával, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezetőjével beszélgetünk, hiszen adományokat hoztak karácsony előtt az időseknek. Mi is ez az adomány pontosan? A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal a advent jegyében gyűjtést rendezett, és ehhez kapcsolódott a mi járási hivatalunk is. A kormánytisztviselők valamennyien pénzt és ruhákat adományoztak, és ebből a ruhaadományt hoztuk a szociális otthon lakóinak. A igazgatóasszonnyal folytatott egyeztetés alapján úgy láttuk, hogy tudják hasznosítani azokat a ruhákat, amelyeket a kollégák gyűjtöttek. Ezt hoztuk el most. Itt láttuk, hogy több zsáknyi adományról van szó, itt hallottuk az előbb, hogy majd holnap átnézik az itt dolgozók, és személyre szabottan megpróbálják szétosztani. Igen, és szeretném kiemelni két kollégám közösségét, a munkaügyi kirendeltség dolgozóit és a járási gyámhivatal kormánytisztviselőit. Ők voltak azok, akik a legtöbb ruhaadománnyal járultak hozzá ehhez az akcióhoz, és ők is részt vettek ezen az átadáson, és én tisztelettel megköszönöm minden járási kormánytisztviselőnek az adománygyűjtési akcióban való közreműködését. Mi is köszönjük az itt lakók nevében, hiszen láttuk, hogy mindenki nagyon örült, és nagyon várja, hogy ő mit fog ebből az adományból kapni. Hát én remélem, hogy segítséget nyújtunk ezzel is, és egy kicsikét vidámabbá, boldogabbá tesszük ezt a karácsonyt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Hodos Bálintnéval beszélgetünk, hiszen ön vett át a lakók nevében az adomány. Gondolom, hogy váratlanul érte ez önöket. Nagy öröm számunkra, hogy megkaphattuk ezt az adományt. A Karcagi Többcélú Kísérségi Társaság Idősek Otthon és Házi Orvosi Intézménye nevében szeretném megköszönni Hodos Julianna hivatalvezető asszonynak ezt a nagy lelkű adományt és a munkatársainak, hogy összegyűjtötték lakóink számára. Egyébként mennyire jellemző, hogy karácsony előtt ilyen külső támogatóktól vagy segítőktől kapnak ajándékot? Karcagváros önkormányzatától is kaptak a lakóink édességcsomagot, Molnár Pál képviselő úrtól déli gyümölcsöt kaptak, és nagyon boldogok a lakók, hogy gondolnak rájuk, és hogy a szeretet ünnepén eljönnek hozzájuk. És hát azt hiszem, hogy a ruhának annak még az idős emberek is nagyon tudnak örülni, hiszen azért láttuk most, akik itt voltak, hogy szépen kiöltöztek, tehát várták ezt az ünnepséget. A Horváth Ferenc úton 63 lakónk ér, a Varró úti telephelyünken 108 lakónk, összesen 171 lakónk van. Most is 100% ágykihasználással dolgozunk, és a lakóink nagyon örülnek a ruháknak, és erre nagyon nagy szükségünk van. Gondolom, hogy mindennek meg lesz majd a helye. Egyébként hogyan készülnek a karácsonyra? Múlt héten volt a karácsony ünnepségünk, mind a két telephelyünkön. Nagyon szép műsorral készültünk. A lakók ünnepi menüt választhattak, hogy mit szeretnének enni kívánságlista alapján, és így készítjük el, hogy otthon érezzék magukat, és hogy mindenki méltó körülmények között töltse el a karácsonyi ünnepségét. És hát gondolom azért ilyenkor ők is egy kicsit felfokozottabban várják, akinek még van hozzátartozója, azért várja a karácsonyt, hogy ott meglátogat, valószínűleg meglátogatja a család, akinek pedig nincs családja, azok pedig önökre számíthatnak az itt dolgozókra. Igen, mi a nagy család vagyunk, mi is, akinek nincs családja, mi vagyunk a családja itt ebben az intézményben, és igyekszünk úgy azt biztosítani, azt a légkört, hogy otthon érezzék magukat valóban a lakók. Boldog ünnepet kívánok minden lakójuknak, és természetesen önnek is, és munkatársainak is. Köszönöm, én is viszont kívánom mindenkinek. Köszönöm szépen.